Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait, az ő terveit, az itt felül és alul látható. A gyermekek. Jelenthetik a gyermekeket, az ő gyermekeit, vagy a tiédet, vagy a közös gyermeket, vagy szeretne tőled egy kisbabát. A gyermekek jelentik a fiatalos kisugárzást, vagy az ártatlanságot, néha egy kis naivitást. Amit a gyermekek még szimbolizálnak, és szerintem erről van szó, ez egy új kezdet. És itt ez az út jelenti a jövőt. Tervez veled valamit, tervezi veled a jövőt, és itt kivirágzik minden. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. A virágcsokor jelenti a te szépségedet, a kreatív tevékenységed, de jelenthet egy ajándékot vagy egy meghívást is. Itt a hajó utal a reményre, hogy minden jóra fordul, vannak nála jó gondolatok, ötletek, jól érzi magát. A hajó jelenthet egy utazást is. Például, ha ő messze él, hogy meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, vagy lesz egy közös utazás. Itt a hegy jelentheti a hegyvidéket, egy kirándulás a hegyekbe, de jelentheti még az akadályokat. És mit fog tenni? Az itt látható jobb oldalon a kezébe veszi a kulcsot, meg lesz a magabiztos fellépése, vagy a tiéd. Itt a kulccsal kinyílik itt a kapu, ez a kártya jelenti a nyilvánosságot is, meg a lehetőségeket. A kereszt az utal a hitre, az övére, a tiédre, vagy mindkettőtök. Mindketten hisztek abban, hogy itt kinyílik a kapu, és lesznek új lehetőségek, változások, amit a kereszt még jelent, egy döntés, hiszen elérkezik az élet útján a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, jelenti a változásokat. Meg jelent egy találkozást is, hiszen az utatok kereszteződik. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű videómban ugyanez a kártya jött ki. Itt ő eltúloz valamit. Lehet, hogy türelmetlen, de valaki még itt fékezi őt. A képen egy kutya látható, aki úgy harapja az ingét, de lehet egy személy is, aki megpróbálja őt még visszatartani. Vagy úgy gondolja, ha most ő ugrik előre, akkor sieteti az eseményeket, ez nem jó így, tehát még várnia kell, vagy valaki befolyásolja őt, fékezi őt. Itt látható vagy a képen, amennyiben te egy hölgy vagy, és
Légy várakozó, de légy magabiztos, mint egy királynő, ő jön magától. Akkor is, ha itt még vannak problémák, akadályok, de jönni fog, hiszen ez a terve útban van hozzád. Itt látható az ő tartása, még úgy figyelgeti a dolgokat, kényelembe helyezte magát, és amit a kép még jelenthet, hogy vannak még gondjai, ami az anyagiakat illeti, vagy a munkáját, a munkahelyet illet. Sőt, itt is olyan a tartása, minthogyha azt mondaná, üres a zsebem, nem tudok adni semmit, mindent elvettek tőlem, csak ez a kis sziget maradt itt, a többi másoké, nem érzem jól magamat. De megváltozik a helyzet, hiszen elhagyja ezt a partot, irányítja a dolgokat előre, közeledik hozzád, lesznek itt változások. Akkor is, ha mások kihasználják őt, vagy vannak mások miatt még akadályok, itt is látható a vidámság, a szerencse, előre mennek a dolgok. És mi az ő jelenlegi helyzete? Ő majd bátor lesz, lépéseket tesz, védi magát, nem hagyja azt, hogy mások elnyomják őt. A te jelenlegi helyzeted, itt még bizonytalan vagy, hogy csúszik minden, segítségre van szükséged, de ne légy bizonytalan, ez a férfi tudja, hogy mit akar, akkor is, ha még nem közli veled, de útban van hozzád. Itt középen látható a magyar kártya, amit a férjem készített, én ugyanis pár évvel ezelőtt említettem neki, hogy Magyarországon, és úgy hiszem a román területen is van az úgy nevezett rovás írás, és ez egy régi írásmód, hasonló, mint a német nyelvű területen a rúna írás. Ennek van szimbolikus jelentése is, és miután én ezt így említettem, nála jött ez az ötlet, hogy miért ne, csináljunk kártyát, és ezt ő tervezte, ő készítette, de az én ötletem volt. Ő ezt nem ismeri, ő nem Magyarországon született, hanem Németországban, Augsburgban, bajoroknál. Tehát itt van ez a magyar kártya, mégpedig jelenti a V betűt, és középen van a régi írásmód olyan, mint egy M betű. De először nézzük meg, hogy mit jelenthet a V betű. Ennek most van jelentősége, sőt, leírhatod a kommentárba, hogy mi jut erről eszedbe. V betű jelentheti például Viktor, vagy Valéria, vagy Vámos család, vagy vakáció, vagy végre történik valami. És itt ez a középen a régi írásmód, ez a szimbólum, olyan, mint egy M betű, de ha én megnézem a képet, az azt jelenti számomra, hogy kéz a kézben haladtok előre. Az egyik fele te vagy, a másik fele őt szimbolizál, hasonlók vagytok egymáshoz, és itt van közeledés, kéz a kézben lesz egy új kezdet, olyan, mint egy egyes szám, nem betű, hanem szám, és az egyes szám jelentheti a te énedet, az ő énjét, de jelenthet egy új kezdetet is. Tehát te és ő kéz a kézben irányítjátok a dolgokat, és lesz egy új kezdet, ahogy a gyermekek is mutatják. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád,
vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, azt is leírhatod, hogy mit jelent ez a szimbólum, vagy mit jelent számodra a V betű. Ennek nagyon örülnék, annak is, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!